A készülékhez kapott kis tűt a bal élen található kártyafiók apró nyílásába toljuk be, majd a kipattant fiókot húzzuk ki. Ide helyezzük a nanoSIM kártyát és a microSD memória kártyát. Ezután a fiókot helyezzük vissza. További beállításokat és hasznos információkat találsz a Telekom oldalán, kattints az akciós ajánlatainkért és rendeld meg a készüléket online ingyen kiszállítással.